Sajnálom, de hát talán még sincs akkora szerepem ennek a nőnek a... tragédiájában. Nem érzem magam bűnösnek. Nem kell védekezni, ez nem bűnügy. Miért nem keresett többször? Azt hiszem, visszaélek az idejével. Mindannyian teszünk ígéreteket őszintén és önzetlenül, és jó indulattal, és aztán elfelejtjük. Erőszakosabbnak kellett volna lennie. Az ő érdeke volt, nem? Engem akkoriban nagyobb méretű dolgok foglalkoztattak. Ez hihető, nem? Úgy látom, nem győzte meg teljesen. Ennek most nincs jelentősége. De azt talán észre se vette, hogy engem teljesen felbolygatott. Biztos benne, hogy mi bolygattuk fel, nem az emlékei. Nem érzem bűnösnek magam. Semmi közöm az egészhez. Tessék tudomásul venni. Semmi közöm hozzá. És ha most feljelentene, még fel se háborodhatnánk. Na, hozza a blankettát. Értettem, százados őrtárs. Tessék. Őrmester elvtárs, jelentem, egy Blaskó Ede nevű egyén van itt, és beszélni szeretne a százados elvtársal. Milyen ügyben? Azt mondja, özvegy Holló névjében. Maga mindent végszóra időzített? Én azt mondtam magának, hogy meg kell írni a nyomozás megtagadását. Erre maga? Isten bizony, nem én hívtam, százados elvtárs. Jelentem, azt mondja, valami botrány történt. Tudja, tizedes elvtárs, özvegy Hollóné az őrmester elvtárs védelme alatt áll, ezért kell nekem ezzel az üggyel foglalkoznom, és hamarosan az ezredes elvtárs és a főkapitány is özvegy Hollóné ügyében nyomoz. Természetesen meghallgatjuk Blaskó Edét, és ezen kívül mindenkit, aki özvegy Hollóné ügyében jelentkezik. Küldje csak be. Bemehet. Jó napot kívánok, elvtárs. Jó napot. Hát mi az a rettenetes botrány? Kérem, tisztelettel, Hollóni nagy patáliát csapott, amiért figyelmeztettem, miszerint mondjuk ki nyíltan. Na, mondja ki nyíltan. Kérem, erkölcstelen életmódot folytat. Hollóni? Hát bizony ő. Szégyen és gyalázat. De ez az igazság. Én vagyok a házfelügyelő abban a házban, ahol sajnos kérem szépen ez a Juliska lakik. Foglaljon a helyet. Megköszönöm, százados elvtárs. Miféle erkölcstelenségről beszél? Hát, hogy leszólít bizonyos férfiakat. Nem hiszem el. Tanúim vannak rá, elvtársaim. A teljes ház, a teljes utca, a teljes városrész. Miket beszél? Én magam sem hinném, ha nem láttam volna a két szememmel. Ezek rontják a szocializmus jó hírét, kérem. Amit mi nagy nehezen felépítünk, ezek összerongyolják. Hú, de nagy szavak. Nagy szavak, százados elvtárs, de igaz szavak. Tehát botrányosan él. Pardon az őszinteségért. Igen. Valami konkrét dolgot mondjam? Elmondom a jegest, kérem. Jegest? Elkapta a ház előtt. Az ablakból figyeltem, kérem. Jeges! Jeges van, jeges! Hallja, jeges bácsi, nem fél, hogy bekap egy jó kis tüdőgyű ladást? Mindig a mesztelen hátán cipelni ezeket a rettenetes jegeket. Jeges! Jeges! Magáról mindig a tél jut eszembe. Bizony, kedves kartársnő, én vagyok a nyári hóember. Nem látta a szódást? Nem láttam, kezicsókolom. Szóda kellene. Egy finom kis vacsorát készítek. Szereti a gombát tojással? Élek, halok érte, kezicsókolom. Rá egy fél liter fröccs. Akár az égbe lenne az ember. Jó étvágya lehet. Hát, az van. Étvágyam az van. Hát akkor szívesen látom egy kis vacsorára. Nem mondja még egyszer, kartársnő, mert elfogadom. Jöjjön el vacsorára. Kiszti hand, kezicsókolom. Nagyságos asszony, a manapság ritka az ilyen szíves invitálás, szóval gombatojással. Özvegy Hollóné vagyok. Itt lakom a harmadik emelet 6-ban. Jó. Szóval itt. Csókolom. 8-kor. De pontosan? Várom! Jeges! Jeges! Mit tud még? Ez nem elég. De nem csak ez volt. Összeadta magát egy pincérrel is. Milyen pincérrel? Azt kérem, még ott is lakott nála egy ideig. Miféle nő az, kérem, aki ilyenekre képes? És ugyanakkor fiatalok, például az én lányom. Nem tudnak összeházasodni, mert nincs lakásuk. Az lenne a legjobb, tisztelt százados elvtárs, ha a házból ellene távolítva. Botrányokozás, bolondéria. Elmehet. Kérem, ha a Hollónét eltávolítanák, vagy volna valami, akkor nekem tudnom kéne, hogy a lakás... A lakáshoz senki nem nyúlhat hozzá, megértette? Viszontlátásra. Tessék aláírni.
Most miért sürget? Majd aláírom. Hát, ha jön még valaki. Néni, hagyjon gyorsan egy kávét. Már folyik. Százszor megfogadtam, hogy ezzel a Holló néva nem beszélek. Ugyan maga direkt megkeresi. Hát, hogy legalább beszélni tudjon valakivel, otthon se, itt se. Hát én odaállok neki. Mondjam meg, hogy tulajdonképpen szeretik. Isten ments. Még azt hiszem, hogy meg akarom erőszakolni. Ja. Kettővel. Ja. Köszönöm. Szépen takarítsák ki a tanástermet. Reggel folytatódik az értekezlet. Ja.